Köszöntöm kedves nézőinket, Fehér Bence vagyok, a Magyarság Kutató Intézet Klasszika Filológiai Kutatóközpontjának vezetője. A Magyarság Kutató Intézet Frank Királyi Évkönyvek című kiadványát szeretném bemutatni, beszélgető társam pedig Darvas Mátyás, aki ezt a kötetet fordította. Szeretettel köszöntök mindenkit! A mindenkinek, akinek valamennyire ismerős a kötet, tanult róla, hallott róla, az első kérdés, ami eszébe ugrik, szerintem az, hogy miért éppen ezt választottuk ki fordításra, hiszen egyéb fordítás kiadványainktól eltérően ez nem direkten a magyar honfoglalás korát mutatja be, csupán a korszaknak egy fontos forrása. Igen, ez így van. Olyannyira, hogy a korszaknak, és elsősorban Nagy Károly uralkodását, ha nézzük, ez az elsődleges forrása. És hát igen, jó kérdés, hogy így, hogy Frank Királyi Évkönyvek, ki hallott róla egyáltalán, ha mondjuk a történész hallgatókon kívüli populációt nézzük. Tehát fölvethet kérdéseket, hogy 2020-ban miért és kinek jut eszébe lefordítani olyan műveket, amik nincsenek benne a köztudatban, de hát ez róka fogta csuka, nem is lesz benne soha a köztudatban, ha nem fordítjuk le. Másrészt viszont, mint a történelem segédtudományainak egy fontos része, a forrásközlés, illetve hát így mankója vagy eszköze, forrásközlés igenis egy rendkívül fontos dolog szerintem, és azt gondolom, hogy egyszerűen kultúrnemzetként ez egy olyan ügy, amire áldozni érdemes és fontos. Azonban, ha azt a címet mondjuk, hogy Fuldai Évkönyvek, talán már többeknek csillan fel a szeme, hogy igen, ez ismerős, és a Fuldai Évkönyveket szokták keleti frank évkönyvekként is emlegetni, ez pedig nyugati frank évkönyvekként. Tehát aféle tandemet alkot ez a két annál lesz, és igazából ez volt a fő oka, hogy pont erre esett a választás, hogy amikor folytatjuk a forrásközlések sorát, akkor mi következzék. Tehát magyarán a Fuldai Évkönyvek bizonyos értelemben csonka a Frank Királyi Évkönyvek nélkül. A hátteret nem ismerjük hozzá. Akkor, ha azt nem fordítjuk le, akkor bezzeg azt a kérdést lehetne nekünk szegezni, hogy de a Frank Királyi Évkönyveket miért nem, ugye? Ha magyar szempontból nézzük, ha magyar őstörténeti fontosságát nézzük, akkor azt hiszem, hogy nem számon kérhető az Annales Regni Francorumnak a közlése. Azonban, ha valaki jobban ismeri a kort, meg vagy egyszerűen érdeklődik iránta, akkor szerintem már teljes joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha ezt igen, akkor azt miért nem. És igen, hát hogy csonka a Fuldai Évkönyvek, a Frank Királyi Évkönyvek nélkül, talán inkább úgy mondanám, hogy a területi érdeklődése az más. Tényleg ez inkább ez a találó, hogy keleti meg nyugati frank évkönyvek, hogy ez jobban kifejezi, hogy mi módon egészítik ki egymást. Nyilván megáll mindkettő önmagában is a másik nélkül, de a számunkra talán érdekesebb, vagy szívünknek kedvesebb Fuldai Évkönyvek mellé. Tényleg ez egy abszolút, szerintem magától értetődő választás volt. És szintén régi adósság, azt gondolom, a fordítása. Most már semmiképpen nem vagyunk ugye lemaradva a kultúrnemzetek mögött, hiszen itt van. De oly nagyon le volnánk mások mögött maradva, hogyha ez nem történt volna meg? Nem sokak mögött. Tehát, hogy úgy mondjam, épp csak lecsúsznánk a dobogóról, ha konkrétan a Frank Királyi Évkönyveket nézzük. Tudomásom szerint egy angol nyelvű teljes fordítása van, egy francia
és egy 2020-ban megjelent lengyel teljes fordítása. Egyébként amennyire én tudom, más világnyelveken sincsen, tehát mondjuk spanyolul, vagy tehát, hogy én nem lehetem nyomát, hogy teljes fordítása megjelent volna. Hát azt hiszem, büszkék lehetünk rá, hogy a angol és a francia kultúra után rögtön, mi ezek szerint németeket például megelőztük vele. Elnézést, Reinhard Rau, akkor viszont, nem, pardon, a francia fordítás nem teljes. És régi is, 19. századi. Tehát, hogy de mindenképpen, ha ez egy verseny lenne, akkor nem mi állnánk rosszul. Vagyunk, igen, és, igen. És mondjuk a lengyel-magyar hagyományos szavak nélkül való együtt gondolkozásnak egy példája, hogy mi tartottuk fontosnak ezeknek a közlését, mert úgy látszik, a mi számunkra fontos, hogy a teljes európai középkort lássuk együtt. Igen, egyébként ez egy érthető törekvés, hogy alapművek, amiknek esetleg egy-egy részlete fontosabb számunkra, mint mondjuk a fuldai esetében, teljes terjedelmükben az összefüggéseket is bemutatva le legyenek fordítva, de azért bizonyos szempontból érthető, hogy nincsenek szakmányba vagy nagy százalékban ezek lefordítva, de egyszerűen idő meg anyagi ráfordítás szempontjából is ez sokat kér. Egy ilyen vállalkozás, ez egyértelmű. Viszont ha már nekiláttunk, akkor úgy gondoltam, hogy mindenféle versengés nélkül, de inkább a forrás közlésnek a szempontjait szem előtt tartva, megpróbáltam minél teljesebb szöveget közölni és alapul venni. Konkrétan ebben az esetben ez azt jelenti, hogy az évkönyv folyamnak egy több mint 100 éves szakaszában igazándiból párhuzamosan fut itt a Frank királyi évkönyvek esetében két szerzőnek a műve, tehát egy redakciószerű, vagy egy módosított változat. Ugye az egyik az Einhardnak tulajdonított, tehát Einhardi rész, a másik pedig az Annales Lauris Senses Majoris. És a kritikai kiadás, a Kurzeféle kritikai kiadás értelemszerűen mindkettőt hozza. A fordítások nem szokták, mert hogy a Lauris Senses szövege igazából nagyon kevés plusz információt tartalmaz a másikhoz képest. És én pedig úgy gondoltam, hogy ha már egyszer nekilátok, és vélhetőleg újabb sok évtizedig legalább nem fognak ezzel most ilyen átfogó módon foglalkozni, akkor közöljük mindkettőt. Hát, magam is gyakorló fordító vagyok, aki ugye más opuszokban már próbálkozást tettem, úgyhogy tapasztalati alapon én mondhatom, hogy olyan nincs, hogy egy szövegváltozat ne adna hozzá, ez mindig csak a lustratudós kifogása, hogy miért nem kell. Hogyha az adott szöveg csak lerövidíti, akkor az a plusz információ, hogy mi az, amit abban a korszakban kihagyandónak gondoltak, vagy fölöslegesnek gondoltak. Így van, nagyon más az optikája a kettőnek. Tehát ahogy az egyes szereplőket bemutatja. Az utószóban röviden kitértem erre egyébként, tehát hogy akit érdekel, az némi szakirodalommal, tehát szakirodalmi hivatkozással utána mehet ennek. De egyébként meglehetősen feldolgozatlan magyar nyelvű irodalmat igen nehéz találni, mindehhez, mind még a fuldai évkönyvekhez képest is. Tehát amikor nekiláttam a fordításnak, és nyilván egy ilyen neki gyűrközéshez hozzátartozik a szakirodalom áttekintése is, akkor azért egy kicsit elkerekedett a szemem, hogy magyar nyelven mennyire nem találni irodalmat. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szűz terepre léptél a fordítással, majd hogy nem. A fordítással mindenképp. Hát a fuldai esetében szinte még az utószóval is. Nyilván nem akartam szigorú kritériumoknak megfelelni,
de hát valami erősebb ismeretterjesztő szintet meg kellett céloznom, mert úgy láttam, hogy egyszerűen alapinformációkat is itt fogok először magyarul kézbe adni. Már pedig az nagyon fontos, hogy magyarul kézbe adjuk, mert nem várhatjuk el mindenkitől, hogy nyugati, angol, német, francia, stb. Kiadásokat forgasson, hanem nekünk bizony magyarul kell azt közreadni, amit azt akarunk, hogy a magyar köztudatba bekerüljön. Ez is egy nagyon fontos kultúrmisszió, azt hiszem. De igazából nem ezre akartam, most ez csak egy kitérő, igazából azt akartam kérdezni, hogy ez a szövegvariánsok, a redakciók léte, ez nyilván nagyon megnehezítette a munkát, és egy kinyitva a kötetet, egy kicsit misztikus kinézete van, itt fölötti az ember, és ilyen furcsa betűket lát, hogy AQDE az egyik lap elején. Ezek ugyebár a szövegváltozatokra való utalások. Így van, tehát az egyes éveken belül, ugye itt is bilingvis kiadás, tehát hogy latin a forrásszöveg az egyik oldalon, amit a Kurzeféle sajnos igen régi és hát elavult kritikai kiadás, de mégiscsak kritikai kiadás alapján gondozott formában adtunk közre, és a másik oldalt a fordítás, és az egyes évek alatt egymást követve szerepel a két változat, ugye ALM, mint Annales Lauris Sensis Majoris, és AQDE, tehát Annales qui dicuntur Einhardi, tehát az Einhardnak tulajdonított évkönyv bejegyzés következik mindig alatta. Olyan szempontból szerintem praktikus, hogy közvetlen egymás után áttekinthető a kettő, és tényleg összevethető, hogy ugyanazt az eseményt hogyan tolmácsolta a két lejegyző. Igazíts ki, ha tévedek, de nekem úgy rémlik, hogy ez annyira első vállalkozás, hogy igazából még szemelvények se voltak belőle hozzáférhetőek magyarul eddig. Én nem emlékszem rá, csak óvatosan ennyit mondanék. Viszonylag rég volt, hogy munkához láttam és beleástam magam, de azt hiszem, hogy beszámoltam volna az utószóban ezt a szemelvényes fordításokról is, mint ahogy a Fulda évkönyvek esetében is utaltam rá, és nem rémlik ilyen. Hát ezúttal igen. De hát reméljük, hogy most már rá fog irányulni a figyelem, és ha már fordításra nincs igazán szükség, de legalább tudományos kutatásnak most már alapjául fog Magyarországon is szolgálni a kötet. Mint fordítónak milyen élmény volt? A Fuldaihoz tudom hasonlítani. Rendkívül egyszerű szöveg, rendkívül egyenetlen szöveg. Tehát az egyes blokkok, amik jól érezhetően különböző szerzőknek a művei, különböző szókincsel, nyelvezettel, titulusokkal dolgoznak. Ezt nyilván törekedtem a fordításban érzékeltetni, és lehetőség szerint a terminus használatban is következetes lenni. Memokkal dolgozom fordítóként, és ez megkönnyíti a következetességet nyilván a szakfordítói és műfordítói határmesdjén mozogva, amikre itt szükség van, de megpróbáltam következetes lenni ezekben is, meg valamennyire, hát amennyire csak lehet érzékeltetni a stílusát az eredetinek, és mindenek előtt pontosan fordítani, pontos fordítást kézbe adni. Egy olvasónak nyilván nem tudjuk a helyzetébe beleélni magunkat teljesen, de mi a véleményed? Egy olvasónak is élmény lesz?
eléggé azon múlik, hogy milyen az érdeklődése, és hol lapoz bele. Ugye az elején rendkívül a legősibb feljegyzések, azok igen szűkszavúak. Tehát egy-egy évnek a krónikája a kötet elején az sokkal rövidebb. Ugye itt ne feledjük, ez itt kétféle változat, nem egész, tehát egy harmad oldalon belül. És a vége fele pedig ugyanez, ugye itt most, nem ez már az utolszó, azért legyünk korrektek, ez itt két nyelvű, tehát itt van a 809-es év, az már az évfolyamok vége fele járunk, itt a Lauris Sensis Majoris lesz már csak, és ez itt egyetlen egy év. Hát ez és már azért mindig. Olyan elbeszélés. Igen, igen, igen. És ennek megfelelően az elején eléggé távirati stílussal van dolgunk, és ahogy haladunk előre időben, egyre bővebben kifejti az eseményeket, jó kis csatajelenetek vannak, akit ez érdekel, illetve különböző érdekességek, illetve csodás elemeket felvonultató történetek is vannak mindenféle időnként már-már bulváros eseményeknek, illetve természeti csapások megörökítésével. Tehát nem kell itt egy Parnassusra vagy Helikonra gondolni semmiképpen, de azt gondolom, hogy érdekes olvasmánynak is. Ellenben az nem biztos, hogy végigolvasásra alkalmas. Tehát ahhoz valami kifejezett érdeklődés kell szerintem, hogy valaki ezt az elejétől a végéig végigolvassa, mint egy regényt, mert hát nem az. Hát nem az, és nem ez volt a célja akkor sem, amikor feljegyezték nyilván. Tulajdonképpen megelőzted azt a kérdést, és lényegében válaszoltál arra is, hogy kinek ajánlhatjuk az olvasását, meglehetősen széles közönségnek, hiszen ez a bulvárosabb jelleg, ez biztosítja, hogy aki a kora-középkor történetét kívülállóként inkább népszerűsítő írások szintjén szeretné, az is megtalálja benne az érdeklődését, és annak számára is, amellett, hogy természetesen a szakmai olvasó pedig nem fogja nélkülözhetni. Azt kérdezném a kettő között, hogy te szerinted volna-e ennek jelentősége az egyetemi oktatás számára, hogy az egyetemisták olvassák? Nyilván igen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség is, hogy történész hallgatók esetében innentől kezdve akár felkerülhet kötelező olvasmányok listájára, hiszen hozzáférhető, és nyilván 2020-as években sajnos nem reális elvárás se történész, se egyéb hallgatók esetében, hogy latinul végigolvassák, meg rendkívül időigényes lenne. Azonban magyarul nem egy nehéz olvasmány, és azt gondolom, hogy a korszak megismeréséhez jelentősen hozzájárul. Lezárásul annyit kérdeznék, hogy egy eseményt ki tudnál-e belőle emelni, egy érdekes eseményt így vázlatosan elmondani, aminek ez egy kiváló forrása, hogy fölkeltsük az érdeklődést ezzel is. Hát akkor maradjunk a bulvár vonalon. Ez csak azért ragadt meg, mert a Fuldai évkönyvekben szó szerint szerepel ugyanaz a rész, van néhány közös történet. Egy csodás esemény, vagy egy nem is csodaként, hanem természeti monstrumként, ilyen furcsa eseményként tálalja, ahogy egy, hát sajnos nem pontosan emlékszem, hogy mekkora, talán 10x15 méteres gyeptégla, ahogy magától kiemelkedik a földből, és pár száz méterrel arrébb találják meg. Sok történeti vetülete nincsen, de azt hiszem, hogy sokat elmond magáról a korszakról, a korszak emberének az érdeklődéséről, hogy a konkrét történeti események, politikai intrikák, csata jelenetek mellett mi az, ami megragadta érdekességként
az olvasókat, és nyilván ez egy olyan dolog, ami megragadta akár az írót, akár az olvasót, és rászánták a pergament, rászánták az időt, rászánták a tintát, hogy ilyen kultúrkincseket, ilyen hírértékű dolgokat is, tücsköd bogarat is a országos események közé beillesszenek. És hogy örülne ma egy kertépítő, hogyha ilyen csodát tudna tenni, mint a 9. században. Szerintem ez méltó befejezés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a figyelmet.